Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok, ebben a dobozban pedig valószínűleg életem legutáltabb kérdései, a kedvencek vannak, de mivel ez itt a Nők Lapja kedvencei, most kivételt teszek és válaszolok egy párra. Kedvenc film. Hát, nagyon sok kedvenc van, ami a legutóbbi idők nagy kedvence, és visszatért az életemben az a Ponyva regény. Újra meg újra szeretem felfedezni. Nem nézek oda, jó? Mert ez egy személyiség, hogy úgy választok. Azt mondja, kedvenc évszak. Hát, a tavasz vége, nyár eleje, hogyha ezt így lehet évszaknak nevezni. Mindenképpen nagyon szeretem a meleget, amikor mondjuk a tengeri szél az arcomba csap, az azért elég jó, és már nagyon várom. Kedvenc ünnep. Ez azért nehéz, mert én magam nem vagyok egy nagy ünnep fan. Szerettem ezeket sokáig elkerülni, és aztán szép lassan beletanultam egyrészt, mint apa, másrészt, mint valakinek a párja. Úgyhogy most már minden olyan helyzet, amiben együtt lehetünk, és egy kicsit az itt és mostban lehetünk otthon, az nekem ünnep. De hogy valamit kiemeljek, az azt hiszem, hogy a karácsony a leginkább ilyen. Kedvenc ország. Magyarországon kívül nagyon szerettem Spanyolországot, annak is a délvidékét. Egyébként is a Mediterrániumot nagyon bírom, de nagy vágyam például visszamenni Balira, ahol egyszer eltöltöttem 3 hetet egy időben. Kedvenc kikapcsolódás. Hát nekem nagyon nagy szerencsém van az életben, mert az én szakmám az én hobbim. Szóval, hogyha egy kicsit arra vágyom, hogy fölfrissüljek, vagy egy picit önmagammal legyek, akkor biztos, hogy a stúdióban lehet engem megtalálni, és valamit nyomkodok éppen. Kedvenc életkorom? Hát igen, itt 10-esével ugrálnak, de ha az önazonosságot keresi az ember, már pedig azt hiszem, hogy az egyensúly alapja, akkor jelen pillanatban vagyok a legkiegyensúlyozottabb. Kedvenc könyv. Nagyon keveset olvasok, amiért mindig ostorozom magamat, de most a Presser 2-t olvasom éppen. Na, nézzünk még egyet. Példakép. Az utóbbi évek fölborították ezt a dolgot bennem. Nagyon nagy értékrendváltozás történt. Nagy rajongója voltam például Michael Jacksonnak, de megnézve a Leaving Neverland című dokumentumfilmet, eléggé fölborult bennem a világ. Úgyhogy hát most mondhatnám cinikusan, hogy a Dalai Láma, de szerintem ez így túlzó lenne. Talán a kislányom. Nagyon sokat tanulok tőle.